Hello, Kassa Tamás, lezárási specialista Moszkvából. Amit itt látsz, az egy lezárt terület. Itt ilyen szuper ultra gazdagok laknak. Moszkva külvárosában hatalmas házak vannak mindkét oldalon. És majd mindjárt visszamegyek és megmutatom, hogy ennek a konzultált cégnek, akik kihoztak, akiknek itt dolgozom, azoknak melyik az ő ingatlanjuk. Hát úgy látom, ez eladó vagy mi. Ez a Prodázsa, mert a könyvem is az, hogy Prodázsa, majd mindjárt látod. Itt van Prodázsa. Aha, ott eladó, hogyha valakit érdekel. Hát megmondom őszintén, hogy van 5 dolog, amiben mások az oroszok. És az amerikai és a dán tréner is egyetértett abban, hogy ezek miatt a kvalitások miatt meg fogják örökölni Amerikától a világot. Ugyanis Amerikában az írástudóság olyan szinten alacsony, amit egyszerűen nem is lehet elmondani. Körülbelül a fele a gimnáziumot végzett tanulóknak nem tudta elolvasni a saját bizonyítványát Amerikában. Magyarországon még talán jobb a helyzet, de nem feltétlenül annyira. Oroszországban nagyon-nagyon magas az írás-olvasás tudás. Tehát ez azt jelenti, hogy képesek az emberek leírt anyagot megérteni. Nagyon sok könyvemet megvették az átlaghoz képest, ami szokott lenni. 2. pont. Itt a gyerekekkel teljesen máshogy bánnak, mint Magyarországon, és olyan őszintén rengeteget tanultam tőlük. Kár, hogy 17 éves a fiam, mert most mondjuk akkor most egy évig még előnyét látja, ami még mondjuk tinédzser, vagy nem tudom. Na, a lényeg az, hogy itt a gyerekekre úgy tekintenek, hogy ők a jövő, éppen ezért teljes mértékben segítik őket, szeretik őket, és a gyerekek pedig úgy reagálnak, hogy ilyen teljes értékű polgárnak érzik magukat. Amikor voltak játékok a táborban, amiből pár videóösszeállítást már csináltam, egyszerűen benne voltak mindenbe. Nem okoz nehézséget egy orosznak sem kiállni akármennyi ember elé és csinálni valamit. Gyerekkortól megszokják. Nagyon durva volt. Az ilyen picikék oda jöttek hozzám és kezet fogtak velem, és hogyha valaki köszönt és mondja, hol van, tehát ja, itt, és nem köszöntem vissza, akkor így addig mondogattam, amíg vissza nem köszöntem, és szerencsé, hogy visszaköszönsz, hiszen én is valaki vagyok. Tehát valami hihetetlen, hogy ezek a kisgyerekek mennyire nyomják. Egy kislány, 12-3 éves lehetett maximum, az utolsó este egy lámpa alatt megállított, és tökéletes angolsággal kérdezte, hogy csinálhatunk egy fényképet együtt. Hihetetlenek. 3. pont. Nagyon sok a mérnök Oroszországban, ugye ők rakták az első űrhajót is az űrbe. Jó az orosz technika most már, és mivel itt van a legtöbb mérnök, ezért fent tudják tartani majd a civilizációjukat. Úgyhogy ővék lehet a jövő. Most miért mondom ezt, hogy ővék lehet a jövő? Hát ugye Amerikában nagyon sok dolog történni fog a közeljövőben. Dollárban ne tartsd a pénzed. Így nem akarok így negatív dolgokra tenni a figyelmemet, de az a helyzet, hogy amiket hallottam már évek óta, ez biztos, hogy azt fog eredményezni, hogy Amerikában valami nagy baj lesz előbb-utóbb. 4. dolog, amit ma akartam jegyezni, hogy iszonyatos az összetartása az oroszoknak. Tehát cégen belül hihetetlen a kommunikáció. Talán 100-szor gyorsabb, mint Magyarországon. A jó hírek is nagyon jól terjednek. Hihetetlenül megszerettek engem. Na ez az. Ez a cég, ahol vagyok. Ugye ez az első épület. Ott háttól van egy másik. És akkor ennek még a egyik oldala a harmadik is. Az az autó ott a zöldségesé most hozta a kaját. Itt van egy autó, az egyik tulajdonos, illetve a tulajdonosnak a feleségé, azt hiszem, hogyha jól emlékszem, mert a S400-as az ott áll. Még ott van egy ilyen rész. Na, hát hihetetlen az összetartás, nagyon komoly a kommunikáció. Ez a tábor arról szólt, hogy egy héten keresztül tréninget kaptak, és aki előadóként már nem tartott tréninget, mert ugye 8 óra tréningen volt, az pedig konzultációkat adott, és az értékesítők pedig rajta voltak az embereken. Rengeteg esztétikus program volt, rengeteg olyan program volt, ahol jól éreztük magunkat, raftingolni is lehetett menni, oda mondjuk nem mentem.
aztán később kiderült, hogy nagyon lankás volt a víz, ahogy ment, úgyhogy akár mehettem volna is. Szóval hihetetlen, amit műveltek. És az utolsó, ami az ötödik pont, hogyha konzultáción valaki kért valamit, hogy mit csináljon, vagy milyen tanácsai vannak a cégével kapcsolatban, akkor egyszer se mondta azt, hogy ezt nem tudja megcsinálni. Egyszer se mondta azt. Azt mondták, hogy ezt nem érti, vagy nem tudom, elmondta még egyszer azt, hogy most már érti, ezzel már gondolkodott, akkor most megcsinálja. Volt olyan, aki ilyen lehetetlen helyzetből, nem részletezem, megértette, hogy mit mondtam, és mondta, hogy jó. Tehát olyan életkörülményei voltak, ami tényleg nehéz volt, de még ő se panaszkodott, és mondta, hogy most már érti, és akkor meg fogja csinálni. Annyi tréninget eladtak, tehát az volt a lényeg, hogy 100 ember egy helyen legyen. Ott helyben már 100 életjobbító tanfolyamot megvettek azok, akik jöttek. Ezeket az életjobbító tanfolyamokat itt a weboldalamon eléred, magyarul is vannak. A család is ott volt, ők nem voltak az előadásokon, viszont ezeken a tanfolyamokon a feleségek, gyerekek beiratkoztak. És a nagy programjukat, ami itt különösen egy ilyen orosz ügyvezetői betegségre kitalált 4 hetes program, ami 10 millió forintba kerül, hát elég sokan megvették. Nagyon érdekes is volt, hogy az én 2 napos belső tréningemet is, amit szeptemberben és októberben fogok tartani, azt is nagyon sokan megvették. Rengetegen jönnek nyílt 2 napos szemináriumokra is, és lesznek olyanok is, akik még további belső képzéseket fognak megvenni. Természetesen a magyar módszeremet itt is elkezdtem csinálni, ami azért érdekes, mert eddig egyetlen egy trénertől se láttam azt, hogy ezt csinálta volna. Nevezetesen videókat kértem, hogy csináljanak a résztvevők, akik ott voltak a szemináriumomon, hogy mit gondolnak róla. Van egy nagyon érdekes orosz film, ami most megy a mozikba. Annak az egyik főszereplője is ott volt, és nagyon tetszett neki a szemináriumom, úgyhogy megkértem, hogy pár szót mondjon rólam, de ott volt egy másik srác is, akit műsorvezetőnek kértek fel. Ő pedig egy híres tévéműsora van, ilyen komédiás, vicces, és énekes is volt, meg még színész is volt, és most megint énekes akar lenni. Ő is mondott pár szót, mindenki ismeri Oroszországban. És az egyik legnagyobb cégnek a tréningekért felelős munkatársnője is ott volt. Hát, hogyha valaki meghallja annak a cégnek a nevét, egyből tudja, hogy az melyik mindenki akkora akar lenni, mint ők, tökéletes a marketingjük, olyan, mint a Hovány cégcsoport Magyarországon. Hát itt is sikerült beletrafálni elsőre egy ilyen cégbe. Úgyhogy a hölgy az teljes mértékben van szállva tőlem. Pontosan arra van szükségük, amit én akarok csinálni, vagy amit ők akarnak, azt én csinálom. És szeptemberben már egy 2 napos tréninget a legjobb 50 eladónak meg is rendelt. Ez az 1000-ből már 1000 értékesítőjük van. Úgyhogy bármilyen tréning látsz Magyarországon, érdemes megragadnod az alkalmat, hogy gyere. Mert ténylegesen nem tudom, hogy a szeptember-októberben ugye az első ilyen túra is annyira sikeres lesz, mint ez a fő előadó ezen az egyhetes tréningen, akkor hogyan lesz ez az Oroszország innentől kezdve. De megmondom őszintén, hogy felemelő volt itt lenni. Persze ez nem azt jelenti, hogy nem hiányzik Magyarország, hiszen az én ügyfeleim nagyon jó fejek Magyarországon. De a nagyságrendek miatt természetesen folytatni fogom az orosz túrákat is. De azért minden évben 3-4 hónapot próbálok Magyarországon is maradni. Van a magyar emberekben egy olyan dolog, ami engem nagyon hiányzik, megmondom őszintén. És most már azt is tudom, hogy hogyan lehetne ezt helyreállítani. Úgyhogy ezzel kapcsolatban a következő tréningemen fogok majd beszélni, fogok előadást tartani erről. A vezetőség, vagy cégvezetésnek egy olyan részét sikerült megtalálnom, amit eddig még én sem tudtam, és az, amit igazából így megtudtam, az egy olyan titkos mentortól van, aki nem akarja, hogy nagy dolgra legyen így verve a neve, de lehet, hogy augusztusban fogunk vele találkozni. És az a helyzet, hogy vagy október után, nem tudom, és az a helyzet, hogy ő volt az összes eddigi mentorom mentora. Tehát ez olyan, mint amikor
Ugye a Skywalkernek a mentora az a Yoda volt, meg az Obi-Wan Kenobi. Az Obi-Wan Kenobi-nak pedig a Guy Gojin, és megtaláltam Guy Gojin-t. Ugyanolyan magas, ugyanolyan szakállas, és ugyanannyira leszarja a szabályokat, és hihetetlen arc. Hát a legnagyobb értéke az egész orosz túrának az volt, hogy vele tudtam sokat beszélni. Úgyhogy lehet, hogy elhozom Magyarországra egy vezetésről tartandó tréningre. Úgyhogy nézd majd a híreket, jó? Ciao!